Az elmúlt hetek változékony csapadékos időjárása kedvez a különféle szőlőbetegségek kialakulásának. A Dunántúlon például a peronoszpóra okozott károkat az érzékenyebb fajták fürtjeiben, több hullámban érkezett a betegség. Ez a menoár az borvidék legkorábban érő kék szőlő fajtája. Ez egy nagyon betegségekkel szemben rendkívül érzékeny szőlőfajta. Dr. Dula Bencéné egy vékony bogyóhéjú szőlőt mutat, ami sérülékeny a betegségekkel és a károkozókkal szemben. A növényvédelmi szakértő szerint az Egri hegykörségben egyelőre nincs veszély. A kevesebb csapadéknak és a korai permetezésnek köszönhetően a legsúlyosabbnak számító lisztharmat és peronoszpóra mellett a szürke rothadás is elenyésző. A Dél-Dunántúlon ott is eltérő volt az időjárás, viszont az Egri borvidék és itt az északkeleti régió és a Dunatisza köze azért extrémebb melegeket élt meg, és nem volt olyan extrém sok csapadék. Ebből kifolyólag könnyebb volt teljesen egészségesen tartani a lombozatot és a fürtöket is, abban az esetben, ha a termelő időben kezdte meg a védekezéseket, és megfelelő szerekkel védekezett. Hozzátette, utoljára 117 éve tapasztaltak hasonlóan rendkívüli időjárást, ami miatt a fürtök fejlődése is felgyorsult, emiatt akár egy hónappal korábban, augusztusban elkezdődhet az idei szüret. A lisztharmat ellen viszont a fürtök leszedése után is védekezni kell, hívja fel a figyelmet a szakember.